A Merkantil Bank Liga 12. fordulójában tabella szomszédok találkoztak egymással a Szűnyi úton. A 9 pontos BVSC az ugyancsak 9 pontos tiszta fehérben játszó Siófok együttesét fogadta, mindkét csapat célja, hogy elkerüljön a kieső zónából, égetően fontos pontokra volt erre szüksége a csapatoknak. Az 5. percben az első lehetőség a vendégek előtt adódott, Major lövése azonban a jobbkapufa mellett zúgott el. A 14. percben újabb siófoki támadás Major éles beadására a remek ütemben vetődik ki Csenterics Adrián. A 19. percben Huth Wagner nem túl jó helyre érkező kirúgását szerzi meg a BVSC. Szilágyi veszi le nagyon szépen a labdát, aztán Balla kicsit elkapkodja a befejezést. 25. perc a mérkőzésen ismételten a Siófok érkezik, ők voltak az aktívabbak, és ezt a lövést Major részéről Csenterics védi maga biztosan a 19 esztendős MTK-tól kölcsönvett hálóőr. Az első félidő utolsó mozzanata a BVSC, méghozzá egy éles beadás Hiditől, Huth Wagner vetődik ki a kapujából, ezt megelőzően egyébként Szilágyinak volt még esélye. Komolyabb gólhelyzet az első félidőben nem volt, a második félidő harmadik percében viszont megszerzi a vezetést a BVSC. Ebben része van a vendégek kapusának is, de dicsérjük meg Mucsányit, aki nem adta fel a harcot, ment a labdára, összecsapott a kapussal és bepattant róla a labda a kapu bal oldalába. Ezzel megszerzi a vezetést a BVSC. A harmadik forduló óta hazai pályán nem lőtt gólt a vasutas együttes, most viszont igen. 53. perc a találkozón, egy óriási Csenterics bravúr, talán a nap védése. Benkő bíró rövid felszabadítását követően láthattuk ezt a lövést Lászlóét, de a kapus hárított, és aztán a duplázásnál már nem volt nehéz dolga. 63. perc, Csenterics vágja előre a labdát, a fejpárbajt követően Gergely érkezik, aki belebikázik egy hatalmasat, erre Vernes indul el, és egy érdekes jelenet, Huth Wagner bizonytalan, és ahelyett, hogy a labdával foglalkozna, lerántja a 16-oson belül Vernest a nyakánál fogva, a játékvezető tovább engedte a szituációt. Ez pedig már a 70. perc, a siófokiak küzdöttek az egyenlítő gól megszerzéséért, Major menetrend szerinti beadása, amelyre Csató érkezik a védelemből, azonban a kapu mellé fejel. És a 72. percben kulcsmomentum, tessék nézni, Csenterics Adrián nem csak zicsereket fogott, hanem gyakorlatilag gólpaszt ad, miután itt Horváttal a védők foglalkoznak, de üresen hagyják Mucsányit, aki lecsap a labdára, elszlalomozik a jobb oldalon, a kicsalogatott Huth Wagner mellett elhúzza a labdát, és maga biztosan gurít a kapuba. 2-0 a BVSC Zugló csapata javára. Ez a két gól azért már komoly előny szokott lenni a Merkantil Bank Ligában, bár a siófokiak nem adták fel. 70. perc a mérkőzésen, egy újabb esély méghozzá Szedlár előtt, a lövése azonban mellé megy, a kapufa mellé. Itt már csak negyed óra volt hátra a találkozóból, amikor eladják a labdát a siófokiak. Vernes Horváth elé tárral, ő ráfordul, Huth Wagnernek nincsen nehéz dolga. 84. perc, az utolsó BVSC gólszerzési lehetőség. Mucsányi fut el a jobb oldalon, harcban lehet akár a Mesterhármasért is. Az Újpestről igazolt játékos egyébként így is három gólos és a házi góllövőlista vezetője. A beadásánál debreceni mentett nagyon. A 90. percben a szépség tapaszra volt még esélye a siófoknak, megint csak a csereként beállt Szedlák. Ezen a meccsen azonban ketten mindenféleképpen kimagasló teljesítményt nyújtottak a BVSC-ből. Az egyikőjük Mucsányi Márka, másikőjük pedig a kapus Csenterics Adrián volt. A BVSC pályán másodszor örülhettek a zuglói drukkerek hazai győzelemnek, hiszen az első fordulóban a Szombathelyt verte a csapat, most pedig a Siófokot, összességében ez a harmadik győzelme a BVSC-nek, és most már 2 számjegyű pontmennyiséggel állnak a tabellán a zuglóiak.